maradjon, hogy a babám gyöngel szíven ne fájjon. Nincs az úton se patika, sem orvos, babám gyógyít nem a katona orvos. Nincs az úton se patika, sem orvos, babám gyógyít nem a katona orvos. Kérek mindenkit arra, hogy oda dobálja el, és a tisztaságra figyeljünk. És ami még fontos, aki esetleg most érkeztek, azt szeretném kérni, már ugye elmondtam, hogy itt a színpadon van egy kartondoboz, benne vannak a sorszámok. Ez a fontos a szervezőknek is, hogy 500 fő fölött ugye nem lehetne meghaladni a rendezvényt, ez azért szükséges, hogy tudjuk számolni. Itt is húztak már a hölgyet, nagyon szépen köszönöm. Arra kérek mindenkit, hogy jöjjenek, gyertek ide, húzzuk ki, és aki hamarabb elmegy a rendezvény vége előtt, az legyen szíves visszadobni a kartondobozba, és így akkor a számlálást meg tudjuk nézni, vagy látjuk azt, hogy mennyien voltunk itt. Jó?
nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hagyományértető gyereknap és a harmadik puszta ünnepe folytatás rendezvény résztvevőit. Ugye itt többen tudják, hogy ez folytatás, mert már volt egyszer, lett volna. Félig meg is lett tartva az idő, nem volt olyan kegyes közbeszól, de valamiért annak úgy kellett lenni, de most itt tudunk lenni. Beküldöző vagyok Ceglédről, a Ceglédi Hagyományértető Baráti Kör elnöke. A mai nap folyamán én fogom itt a színpadot egy bizonyos mértékig bitorolni. Szerintem sokan ismernek, ismertek. Hát szerintem lesz türelmetek hozzám. Próbálok nem sokat beszélni, csak amennyit nagyon kell. Jó? És itt a rendezvény nyitásaként szeretném felkérni Ág Zsuzsát, a Pásztortűz Hagyományértető Egyesület tagját. Az ő vezetésével énekeljük el közösen, tehát szeretném, hogy közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és utána pedig a székely himnuszt. Kérem, hogy mindenki énekeljen velem együtt, jó? Megpróbálom olyan különben elkezdeni, ne legyen nagyon magas. Jussunk el homban, székely magyar földön, szabad hazában éljünk boldogan. Maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén. Fejünk az állapot,
százszor elborítja. Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Hát Isten áldja a magyart! Én azt gondolom, hogy mértéképpen el tudtuk kezdeni ezt a mai rendezvényt, és sokkal többet én nem is tudok hozzáfűzni ezt a dologhoz, már itt elmondtam a nap folyamán, hogy érezzük jó magunkat, itt pótoljuk az, ami elmaradt, itt valaminek a folytatása történik. A szervezők nagyon szépen összeállították ezt a mai nap folyamát, a mai napi programokat, úgy gondolom, hogy senki nem fog unatkozni, és ezennel szeretném felkérni... Igen, kapom az instrukciókat folyamatosan, annyira élvezem különben ezt, ez nagyon jó. Tehát megvan valami, és mindig meg kell oldani valamit, ez nagyon jó. Igen, azt mondják, igen, köszönöm szépen. Tehát akkor szeretném felkérni Csányi Sándor Gulyás király urat, hogy legyen szíves, folytassa és nyissa meg a főzőversenyt. Jó, akkor el fogják intézni egymás között, jó? Tehát Csányi úr és Molnár báta el fogják intézni, hogy ki fogja a megnyitót és a főzőverseny lemenetét elmondani, de hogy mivel már kértem, Sanyi bátya, légy szíves, várj egy ide is, nyisd meg a főzőversenyt is. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon, megmondom őszintén, gondolkodtam azon, hogy eljöjjek erre a rendezvényre, mert lusta vagyok, de aztán nagyon-nagyon örülök annak, hogy eljöttem, mert hogy én még gyerekkoromban, itt beszélgettünk itt a kollégákkal, én még gyerekkoromban a gémes kútból ittam, amikor kimentünk a mezőre játszani, vagy éppen szedni mindenféle növényeket, vagy papsajtot, biztos emlékeztek rá, vagy dinnyét, vagy nem, és akkor ebből ittunk a gémes kútból, itt hűtöttük a dinnyét, tehát nekem vannak ilyen élményeim, és én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy engem erre meghívott a VEA, meg egyáltalán az Egyesület. Az ételekről csak annyit, hogy minap olvastam egyébként, állandóan kutatgatok, keresgetek a régi ételek között, és arra jutottam, illetve olvastam egy olyan dolgot, hogy a juhászok alapvetően ugye mondják, sok minden terjengett, meg terjeng ma is, hogy a juhászok hogy éltek, de viszont van egy fontos momentum, az, hogy amikor a juhász, amikor mondjuk egy birka eltört a lábát, és ugye megdöglött, akkor jött érte a gazda. A gazda viszont olyan huncut volt, hogy nem hagyta ott a birkát, hanem elvitte, viszont a belsejét kivette, és ott hagyta a juhászoknak. Azok pedig valami csodálatos ételeket készítettek belőle, a bélből, a májból, meg a belsőségekből. És lehet, hogy én majd egyszer ezt kipróbálom, megvan a pontos receptem, hogy hogyan készülnek ezek az ételek. Bár azt mondják, hogy igazán emberi fogyasztásra nem nagyon alkalmasak, de én ki fogom próbálni. De én abba bízom, hogy ezen a rendezvényen lesz sok lebbencs, sok birka, meg sok jó étel, meg jó hangulat. Ugye én nem akarom most megnyitni, én nagyon szépen köszönöm Beáiknak, hogy megtiszteltek ezzel, és a megnyitás jogát azt viszont én átadnám azért az elnökasszonynak. Köszönöm szépen. Ugye megoldódik ez? Csak megoldódik. Hát én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden vendéget, minden főzőcsapatot. Köszönöm szépen Csányi úréknak, hogy eljöttek, és ugye a kis főzőcsapatukkal is jelen vannak ezen a rendezvényen. Köszönöm szépen az elnökasszonyunknak, hogy ismét kitett magáért, és ismételten összehozott egy ilyen nagyon jó rendezvényt. Én mindenkinek azt kívánom, hogy érezze nagyon jól magát. A versenyzőknek nagyon finom ételek elkészítését kívánjuk. Egy óráig lehet leadni az ételeket. Ha valakinek bármilyen kérdése van, az a Csányi urat vagy engem nyugodtan megkereshet, és akkor választ adunk minden felmerülő kérdésre. Tovább én nem is nagyon szaporítanám a szót, úgyhogy én ezzel a főzőversenyt akkor meg is nyitnám. Sok sikert kívánok minden versenyzőnek, a résztvevőknek pedig jó szórakozást kívánok a nap folyamán. Nagyon szépen köszönjük a köszöntőt és a megnyitót Molnár Báta séfasszonynak, Csányi Sándor Gulyás királynak, és nagyon szépen köszönjük itt a himnusz éneklését Ál Zsuzsának, a Pásztortűz Hagyományeltető Egyesület tagjának. És hát akkor úgy gondolom, hogy itt a mai napot ezzel le is
tudjuk kezdeni, és a feltételek adottak mindenhez. Akadálya nincs semminek. Azt kívánom, hogy érezze mindenki jól magát, hasznosan teljen ez idő, a főzőknek természetesen a főzéssel, ivással, senki ne éhezzen, ne szomjazzon. Szerintem mindent már megtaláltak. Bocsánat, egy kérdés, mert nekem itt a nap folyamán nagyon nehéz. Tegezhetek mindenkit? Igen, igen! Igen. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelést. Oda-vissza! Megköszönöm, igen, oda-vissza, jó? Tehát sokkal könnyebb így beszélni, hogy ne kell ezt hangsúlyozni. A pertot nem mondom, mindenkivel megiszom, fogunk majd inni, mert akkor szerintem itt nem fogom levezetni ezt a mai műsort. Több, mint valószínű. Igen, azt mondják, hogy a tőlem idősebbek, ha bár nem biztos, hogy jó, jövök ki belőle. Na mindegy, ez csak egy kis kitérő volt, és akkor egy pár szót hamarosan mondani fogok, hogy hol is vagyunk, aki nem tudná. Ha megköszönöm, akkor még egyszer is, hogyha úgy van, hogy ne kelljen sütni itt köszönöm szépen, még ezt a tapsot megérdemli, csak azért mondom, mert az előbb már mondták, hogy itt jó meleg van tényleg, hát nem csak itt mindenhol, de ez valóban így van, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Le vagyunk zavarva, nem. Ugye csak képesek lettek volna itt állni egész nap, de jó, mert akkor átadtam volna a papírt, és akkor úgy csináljuk. Jó, tehát hamarosan látni fogjuk majd, úgy látom már ott a háttérben, Bogyi Kendre urat a póniaival, és majd azt szeretném kérni, hogy itt a kút körül egy kicsi helyet majd biztosítunk, pár percen belül, addig még itt a többit el fogom mondani. Erre a területre lesz majd egy szükség, akik már voltak, tudják, itt a padon nyugodtan lehet maradni. Jó, mert a fogadtól ott fog majd körbehajtani, illetve megérkezett Kis Ferenc úr is a fogatával, amit már ugye olvashattatok, hogy ő is meg fogja a tiszteletkört majd tenni, és utána lehetőséget biztosít arra, hogy lehet kocsikázni. Jó, tehát érdemes lesz kihasználni mindenkinek. Folyamatosan mondani fogom majd a programokat, mert lesz tombolától kezdve minden egyéb. És hát egy pár szót ugye, hogy hol is vagyunk. Aki a címet kereste, nem találta, ez egy legelő, ami most kaszálóként van hasznosítva. Pozó Kálmán földjén vagyunk, külön köszöntöm őt is, kedves családját. Köszönjük, hogy lehetővé tette, hogy ma itt ilyen szép számban összegyűjjünk ismét, és együtt ünnepeljük ezt a nagyszerű értékmentő munkát, amit itt végzett kollégiáival és közös barátokkal, a Kisújszállási Gémeskutak közösségével és a tavaly bejegyzett Pásztortűz Hagyományvezető Egyesülettel, a rendezvény főszervezőjével. Úgy gondolom, hogy a tapsot megérdemlik, tehát itt előzőleg nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és ismét ezt a rendezvényt meg tudjuk tartani. Köszönjük a meghívást, egy felújított 100 éves gémeskútnál vagyunk, az egykori pusztai élet pillanatait idézzük ma meg. Magyar hagyományainkat, népi kultúránkat élhetjük ma át. Minden gémeskút európai értékké lett nyilvánítva 2010-ben a kisújszállási dr. Tóth Albert tájökológus, emeritus professzor kezdeményezésére. Az országos nyilvántartásba ekkor több mint 3000 kút került fel, közöttük a Kisgulya kút is. Állapotuk különböző, megmentésükre sok helyen összefogás szükséges. Ne hagyjuk veszni őket. Rendezvényükön idézzük meg a betyárvilágot, főzünk pusztai ételeket, húzunk vizet a Kisgulya kútból, énekelünk, táncolunk, fogjunk malacot, ugyanis a mai nap folyamán malacfogó verseny is lesz, tehát lehet majd arra is nevezni, vagy lehet kergetni a kis malacot is. Csodáljuk meg a lovas bemutatókat, mutassuk meg népviseleteinket, drukkoljunk, Mónus József többszörös virágrekorder tradicionális táblavő íjász céllövéséhez, lepjük meg magunkat Méves vásárfiával. Ugye tudjuk, hogy a mai napon csatlakozik hozzánk is megtisztelő jelenlétével Mónus József, fehér farkas, a távlövő rekorder világbajnok íjász, ugyancsak, mint tavaly is lehetett látni, a lövés meg lesz az ősök tiszteletére. Bízom benne, hogy nagyon sokan leszünk és tudunk neki szurkolni. És itt többen már kérdezték tőlem, nyerhetünk értékes tárgyakat a tombolán, külön tombolán Mónus József, többszörös virágrekorder, tradicionális távlövő íjász, saját készítésű íját meg lehet, hangsúlyozom, ez külön tombolán lesz. Ennek a tombolának az ára 1000 forint per darab. Ez nem megy a többi tombolához, ez csak kimondott az íj. Hamarosan, ha jól tudom, az íj ki lesz hirdetve,
Józsinak a kérésére, tehát egész nap lehet majd csodálni. Illetve a második tombola fődíja egy mosógép. Érdemes lesz tombolákat is vásárolni. A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felajánlásnak köszönhetően mellé egy Mulassunk CD, amelyet Pintér Timi művésznő ajánlott fel, aki a TV2 csoport zenei csatornájának, a Zenebutiknak énekes sztárja. És hát többen kérdezték már tőlem, többek között velem is, mikor ideértünk, hogy itt ebbe a kiskarámba, ugye mindenhol azért általában van egy fekete bárány, tisztelt a kivételnek. Na most itt van egy fekete bárány, ami racka, és Kun Ádám Csikós barátunk ajánlotta fel, nagyon szépen köszönjük, tehát a rackát is meg lehet nyerni. Tehát akit érdekel, a tombolán a rackát is meg lehet nyerni, tehát tombola tárként szerepel. És rengeteg további nyereményünk lesz még, ezeket el fogom mondani, többek között Zsetényi Csukás Ferenc értékes történelmi ajándékcsomagja, elektromos serpenyő, stb. Mai nap folyamán ezt elmondjuk. A normál tombola ára 200 forint per darab. Jó, tehát a Mónus Józsefnek az íja 1000 forint, a tombola 200 forint. Mondani fogom hamarosan, hogy hol lehet megvásárolni a tombolákat, és itt még egyszer szeretném külön megköszönni a főzőversenyünk zsűrűjének, ugye Molnár Báta Sifasszony, a Panoráma Világklub Balmazújvárosi Társklubjának elnöke, Pásztor Tűzös Hagyományértető Egyesület tagja, és Csányi Sándor Gulyás király úrnak, hogy lebonyolítják a főzőversenyt és értékelik. És akkor szeretném kérni, hogy itt ezt a területet hagyjuk szabadon, és úgy látom, hogy Endre ott áll már, ott vannak, mind a két fogattal, és akkor felkérem őket, hogy tegyék meg a tisztelet körüket. Kérlek benneteket, hogy gyertek onnan el, hogy itt a kút körül a tiszteletkört meg tudják tenni. Jó, és a tapsot megérdemlik, úgy gondolom. Tavaly is itt voltak, és mondanám, tehát az első fogattal Bogyik Endre és Pónyi fogata megteszi a tiszteletkört. Endre 19 éve foglalkozik mini Shetland Pony tenyésztéssel, jelenleg 10 lova van. A tapsot megérdemlik. Úgy gondolom a fogadban a következők láthatók. A nyerges Missy, a rudas Málna, a gyeplős M-Kivi, jól mondom, Endre? Így van írva, köszönöm, és az ostorhegyes pedig M-Szöszi. Augusztus elején Hajdúszoboszlón láthatták a fogatával, aki szeretne pony fogathajtást tanulni, keresse fel Endrét. Nagyon szépen köszönjük Endrének a tiszteletkört. Jó, tehát aki szeretne később foglalkozni pónihajtásai pónikkal, így Endrét meg lehet keresni, meg lehet vele beszélni. És a következő fogattal pedig szeretném kérni Kis Ferenc urat, ő is megérkezett, ugyancsak a fogatával, és amint már mondtam, hogy a nap folyamán őnála lehet majd kocsikázni, fiataloknak, felnőtteknek, szeretném kérni ő is a tiszteletkört, fogadjuk őt is tapsal és szeretettel, bemutatkoznak ők is úgy, ahogy kell, és ez is nagyon jó dolog, hogy lehetőség lesz erre, hogy itt tudjatok egy kicsit kocsikázni, és gyönyörűek ők is. Nagyon szép, nagyon szépen köszönjük a bemutatkozókört. Tehát itt a két fogattal, az első póni fogatta Bugyik Endre úr, köszönjük szépen, a második fogattal pedig Kis Ferenc urat láttuk. Jó, megvolt, és aki szeretné, az urakhoz oda lehet fáradni, meg lehet beszélni, amit szeretnének, lehet kocsikázni. És hamarosan, úgy gondolom, itt, ami nekem fel van írva perceken belül, Angyal Ferenc Citala művész úr, hogy itt van-e. Itt van, nagyszerű, jó. És valószínű, hogy akkor tudom is a színpadra szólítani, igaz? Jó, tehát szeretném kérni Angyal Ferenc Citara művész urat, hogy fáradjon fel a színpadra és tartsa meg az előadását, és addig is még szeretném elmondani, még Ferenc felérkezik a színpadra, hogy aki még nem vett a kartondobozból a sorszámot, amit mondtam, nagyon szépen kérem, hogy mindenki jöjjön ide és húzzon belőle, aki még nem vett, hogy tudjunk számolni, ha valaki a rendezvény vége előtt elmegy, legyen szíves, dobja vissza a kartondobozba, itt található a színpadon, jó? Tehát aki még nem, arra kérlek benneteket, hogyha valaki olyan, vagy keresi, mondjátok, hogy hol van. Ez szükséges, hogy lehessen számolni itt a helyzetre való tekintettel. Jó? Nagyon szépen köszönöm, és akkor hamarosan itt a színpadon Angyal Ferenc, citeraművész.
tél eljött. Bárcsit van a köszönjük. Menjünk akkor, feszülünk ott majd neki. Jön oda még valaki. Ja, ők is várnak. Mennyi a max? 120 kilósok. Hát ilyen 55 kilók, így aztán igen, 110-100. Visszajárót elkérhetem? Igen, itt van, bocsánat. Persze. Fotózgattam mindent. Apró pénze, vagy valami. Hát úgy kéne, három, megkérdezem, majd csak a leszáll, ugye, mert akkor mennék a három. Mondta, hogy apró pénze nincsen. Mondtam, hogy elment a kolléganő váltani. Nagy bácsi, több ez. Mi csak indulnak. És akkor megkérdezem, hogy hárman mehetnek. Igenis, megjöttek a kísérői is, akik hozzák az asztalt természetesen. A nevünket is mondd már, hogy Juhász Zoltán meg... Ugye, tehát majd látni fogjátok, hogy ez az ember itt mellettem, ez mindig ezt csinálja. Tehát ő Juhász Zoltán. Ugye megjegyezte mindenki, hogy Juhász Zoltán, és Máté Zoltán volt, jó? Tehát igénylik ez folyamatosan. Köszönöm szépen, és akkor a színpadon Angyal Ferenc citraművész. Köszönöm. Köszönöm. Jó.
És akkor itt vagyok ismét. Nagyon szépen köszönjük Angyal Ferenc citraművész úrnak, és a tapsot megérdemli. Ugyancsak köszönjük szépen az előadását. Gratulálunk hozzá. További sok sikert munkájához. És arra szeretnék kérni megint mindenkit, aki csak tud, legyen szíves egy kicsit jöjjön közelebb, mert ugye itt most kint vagyunk a Kisgolyak útnál, és hamarosan koszorúzni fogunk. Itt kettő alkalomból is, hamarosan mondani fogom, hogy miért. Tehát itt lesz a Kisgolyak út kávájánál koszorúzás, illetve ugye Pap Zsoltba látunk emlékére, de már is mondani fogom. Szeretném kérni a Pásztortűz Hagyományértető Egyesület tagjait, legyenek szívesen, fáradjatok közelebb ide a kúthoz, és természetesen minden kedves érdeklődőt is résztvevőt szeretettel várunk. Hamarosan itt a koszorúzás megemlékezés fog történni, és utána mondani fogom a többi fontos információt a tombolával kapcsolatban is, mert többen már kérdezték. De úgy látom, hogy ameddig ide jövünk, és a koszorút is ide tudják hozni, addig akkor azt el fogom mondani, hogy ugye a két tombola van, Mónus Józsefnek, távlelője, rekorder íjásznak az íját lehet megnyerni, 1000 forintos tombola áron, illetve a sima normál tombolába 200 forint a tombola, és majd szeretném kérni közben a tombola árus hölgyeket, illetve a Pásztortűz Hagyományértető Egyesület tagjai közül, akik a tombolákat árulják. Itt nekem le van írva, hogy a Pásztortűz Hagyományértető Egyesület sátránál lehet tombolát vásárolni. Jó, de mindjárt bízom benne, hogy a hölgyek is ide fognak tudni jönni hozzám, hogy lássuk őket, hogy kik azok, akiknél lehet a tombolát keresni, és valószínű, hogy már innentől kezdve lehet is majd vásárolni. Értékes nyeremények lesznek, bőven lesz tombola. Nem fogunk unatkozni, soha nem is volt, mindig bőségesen megvolt az az ajándék, ami tombola lett vásárolva. Szerintem mindenki reménykedhet benne, hogy fog nyerni. És mondanám még ugye, hogy lesz itt a Petrendszer út tartó verseny, illetve lesz a vízhúzó verseny, röngdobó verseny, és erre lehet jelentkezni gyerekeknek, felnőtteknek, asszonyok, urak, mindenkinek, tehát tavaly is nagyon jó volt. Az a kérésem, hogy aki szeretne jelentkezni ezekre a versenyekre, itt a hátam mögött lévő zöld sátornál, a Ceglédi Hagyományértető Baráti Körnek a sátránál, itt vagyunk hátul, itt lehet regisztrálni a versenyre, hogy ott szépen le tudjuk bonyolítani majd. Jó, nagyon élvezték a gyerekek is, felnőttek is tavaly. És a koszorúzás után pedig következni fog majd, akit már a színpadon láttatok, és bemutattatta magát Juhász Zoltán Kiskun Félegyházáról, ő egy botos táncot fog nekünk majd bemutatni. Előre mondom, hogy ő nagyon, nagyon szereti, hogyha tapsolják, már most is visszanézett, ő nagyon élteti, hogyha tapsolják, és nagyon tetszik mindenkinek, de komolyan, tehát érdemes lesz megnézni Zolit is, és utána pedig következni fog Juhász Zoltán után Szőcs Gergely népzenés saját készítésű hangszereivel Kisgyőrből, a hangszerei közül vásárolhatnak is a kedves érdeklődők. Majd pedig 10 óra 30 magasságában karikás ostor és népviselet bemutató fog történni. Ezt is el fogom majd mondani a részleteit. Itt látom már elnökasszony Tündi megérkezett koszorúkkal. Kérném szépen a Pásztortűz Hagyományértető Egyesület tagjait, legyetek szívesek ide fáradni a koszorúzáshoz. Bízom benne, hogy hallja mindenki ott hátul. És szeretném kérni Papp Lajos bátyámat is, Zsolti édesapukáját, legyen szíves, ő is váradjon ide a színpadhoz, a koszorúzáshoz. És itt a színpad mögött még, közben még az Egyesület tagjai látom, már jönnek, köszönöm, gyertek, hogy el tudjuk kezdeni a koszorúzást. Itt a színpad mögött látható, igen, mögöttem van, hirtelen néztem, hogy hol láttam az előbb. Itt van egy deres, szerintem tudja, igen, csak mindenki, hogy mi az a deres. Így van? Valószínű. És mondom? Te már tapasztaltad is. Na, ugye van, aki már tapasztalta. Tehát lesz itt lehetőség, aki esetleg nem úgy viselkedett. Uraim, hogyha az asszonyok nem úgy viselkedtek, nyugodtan be lehet nevezni őket egy deresre.
Jó, igen, ott már a fiatalember már mutogat is, szerintem az első jelentkező már megvan, hogy ki lesz majd a Deresen. Ugye azt tudjuk, hogy Betyára Betyárt nem verte soha Deresen, de itt valószínű, hogy Csendőr urak itt lesznek kint, és hogyha ők úgy gondolják, ha valamelyik Betyár nem jó viselkedett, akkor Deresre fogják húzni. De közben azért gondolkodjatok, hogyha a házaspárok között akár valamelyik nem úgy viselkedett, akkor nyugodtan lehet invitálni, hogy megnézni, meg nevetni esetleg rajta, meg szurkolni, hogy minél nagyobbat kapjon majd. Tehát 11 óra körül lesz egy ilyen Deresre húzás, illetve utána pedig reményeinkhez híven még nem lát, de itt van, igen, igen, és most néztem el, és megjöttek Schweiger Ferenc Benjiék, a Dabasi Csikósok, Balázs Attila, Kobra Kis Nikolát, Ölvedi Ilona. Hála jó Istennek ideértek, őnekik egy nagyon szép csikós bemutatójukat fogjuk majd látni, és a továbbiakat folytatni fogom, már rengeteg minden van még a mai napra. A tombolához még csak annyit, mert itt többen érdeklődtek ez iránt is. 18 óra magasságára tervezzük, szerintem 18 órakor el fogjuk kezdeni a tombola húzást. Tehát úgy készüljön mindenki, addig ki lesz töltve a nap a programokkal bőven. És remélem, hogy már mindenki evett, ivott. Senki ne éhezzen, senki ne szomjazzon, mert hála jó Istennek, nagyon jó időnk van. Meleg van, úgy látom még a Szent Korona hőlégbalon is. Még itt van, tehát aki még most érkezett, vagy nem volt, oda lehet menni, ki lehet próbálni. 10 000 forint egy emelkedés, maximum három gyermek tud beleülni, ott ugye ez három felé megy ez az összeg, maximum 80 kilót tudnak emelni vele. Jó, tehát felnőttek is kipróbálhatják, és látom itt Endréjék folyamatosan mennek, hála jó Istennek, a kis pónifogattal is, és Kis Ferencnek is a fogata teli van, élvezi mindenki, így van, tehát ezért jöttünk, hogy ki lehet próbálni itt a pusztán az illetet, és szeretném kérdezni, hogy akkor készen állunk a koszorúzásra? Jó, tehát aki úgy gondolja, hogy itt megtiszteli az emlékeket, és közelebb fárad a Kisgolyak úthoz, azt megköszönöm. Jó, akkor még egyszer mondom, hogy az Egyesület tagjai itt vannak, és akkor szeretném kérni Pap Lajos urat, hogy legyen szíves Zsolti édesapukáját, legyen szíves fáradjon ő is ide. Tündi elment megkeresni, itt a kútnál várjuk őt is. Közben még elmondom, még Lajos bácsi is, hogy hírér és a tündés visszajön itt a koszorúzás megemlékezés után. Remélem, halljátok, betyárok, csikósok, akinél karikásos tor van, azt szeretném kérni, hogy ti is gyertek közelebb, mert a koszorúzás után szeretnénk egy kis közös csergetést tartani. Jó, tehát legyetek szívesek közelebb fáradni ostorokkal, a koszorúzás után csergetéssel egy nagyon rövid megemlékezést szeretnénk tartani, tehát akinél ostor van, csikósok, betyárok és mindenki jöhet, körbe fogunk állni. Jó, és akkor köszönöm szépen, hogy jöttök, és akkor még mondom, hogy akinél fegyver is van, a szokott rendben majd lesz egy emlékdíszlövés. Jó, tehát a fegyveresek is, akiknek van, gyertek, azt majd külön mondani fogom. Tehát azt már tudjuk, hogy szokott zajlani. Betartjuk azokat a rendeket. És úgy látom, jönnek a fiúk, és ott hátul megérkeztek, gyertek közelebb, ti is megvárunk benneteket. Hú, rengetegen vannak. Gyerekek.
Igen, azt kérném szépen, hogy ott a Gulyak úttól legyetek szívesek egy kicsit eljönni, hogy a koszorút majd el tudják helyezni. Itt már a szalmabáláknál már tökéletes, vagy egy kicsit oldalra. Istáhozott mindenkit még egyszer, sziasztok fiúk! Köszönjük, hogy itt vagytok, és akkor nem is húzzuk tovább az időcsárdat, akkor itt most egy megemlékezés természetesen, aki szeretne. Először a Kisgulyak útnál a koszorúzása fog megtörténni. A koszorú el lesz helyezve az egykori kisúszállási, a pusztai életére és az állattartókra emlékezve. Szeretném felkérni Tóth Tündét és a Pásztor Közt Hazamehetett Egyesület tagjait a koszorút helyezzék el. Jó, a koszorút elhelyezik emlékezve kisúszállásért pusztai életére és az állattartókra. Elhelyezték a koszorút, és akkor a Zsolti barátunk, a rendezvény ötletgazdája, a kút felújításának lelkes kezdeményezője, és a Pásztortűz Hagyományértető Egyesület névadó alapító alelnöke volt. Szeptember 15-én lesz egy éve, hogy váratlanul itt hagyott minket. Saját készítésű Jászkun huszár szobrát itt helyeztük tavaly október 6-án el, és itt volt a búcsúztatója. Itt most Zsolti emlékének adózva, úgy gondolom, hogy Zsoltit nem kell bemutatni senkinek, mindannyian nagyon jó ismertük. És igen, így van, azt gondolom, hogy itt aki úgy gondolja és úgy érzi, egész nyugodtan odaállhat. Ezt természetesen nem is kell kérdezni, mert de bárki bárhol van, és a szívében ott van Zsolti, és ugyanúgy úgy gondolom méltó tudunk emlékezni. És itt Zsolti emlékénél és a kopjafánál a koszorút elhelyezi Zsolti édesapja, Pap Lajos, és a Pásztortusz Hagyományértető Egyesület tagjai, illetve én úgy gondolom, hogy mindenki, akinek szívében, lelkében Zsolt ott él, és méltó tisztelettel kérem, helyezzétek el a koszorút. Angyalok vigyázzanak rá odafönt, a családnak pedig továbbra is kívánok és kérek nagyon nagy erőt és egészséget, kitartást. Ez nagyon nehéz dolog. Koszorúk elhelyezése után akkor arra kérek benneteket, az emlékeknek, külsők emlékeknek adózva, akinél ostor van és fegyver, a kút körül álljunk be egy ostorcsergetésre. És azt kérem, hogy öt csergetés legyen Zsolt 45 évére emlékezve.
Jó, tehát azt kérem tőletek, hogy akinél fegyver van, ott a fiúk már ott állnak, álljatok le. Ahogy szoktuk csinálni, a közönség között nincs senki. Közönséget arra kérem, hogy ne ijedjünk meg, hogyha kisgyermek van, vagy kisállat. Figyeljünk rá a duronás véget. Fiúk, tőletek azt kérem, a távolság legyen meg. Jelöljétek ki, hogy ki fogja indítani. És akinek nem sült el, az nem próbálkozik még egyszer, jó? Fegyverd le, és úgy jövünk onnan bentről, hát arról a víva kaszni. Rendben? Ösztűzet szeretnétek? Sortűz. Jó, egyesével sortűz. Ki lesz a kezdő? De vász még nem lősz. Innen fog indulni, jó? Megvolt mindenkinek? Nagyon szépen köszönjük! Jó, a fegyverekkel nem kell mondani még egyszer, hogy kijöttök. Köszönjük szépen! És még egy, jó? Megvárjuk. Jó, megvan ez is. A mai nap folyamán lesz még lehetőség valószínű lőni. Ugyanazt kérem tőletek, most mondom még, fegyveresek, pillanat. Mai nap folyamán még lehet lőni. Ugyanez a Kiskunfél egyházáról érkezett. Szerintem nagyon sokan ismeritek, meg ismerjük, aki nem, most meg fogjátok ismerni. Csak előre mondom, amit már mondtam, hogy a tapsot nagyon szereti, és minél nagyobb tapsot kap, annál tovább képes táncolni. Akkor én nekem, jó, akkor azt mondja a Zoli, hogy nem mindig a botos tánc legyen, hanem most egy legényes tánc. Tehát akkor fogadjuk nagy szeretettel és tapsal itt a színpadon Juhász Zoltán Kiskunfél egyházáról. Köszönjük szépen! Ez a legény ember tegnap volt 45 éves! Hurrá! Igen, én azt gondolom, hogy ennek tiszteletére szerintem Zoli még egy botos szerintem el fog járni. Zoli barátom, ugye a születésnapot tiszteletére egy botos is hagylásunk, jó? Megy valami? Akkor hozzád esett defibrillátort is. Nem bírja szusszal, lesz, akkor nyomok még egy botost is. Bátya, várjál úgy, még egy hetet vele, hagyj éljen! Ugye, és majd utána? Majd utána, meg jó. Nagyon szépen köszönjük Juhász Zoltán, a legényes tánc a Kiskunfél egyházáról, és nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki utólag is. Még egy nagy tapsa, Isten éltesse sokáig! És igen, és van, és igen, és másodikán is volt, igen, Feri barátunknak is. Isten éltesse mindenkit, aki most töltötte, vagy most fogja tölteni születésnap. Isten éltesse mindenkit! A
akkor egy kis figyelmet kérnénk. Zoli, gyere vissza a színpadra. Gyere vissza szépen középre. És akkor egy zsűri elnök külön díját megkapod. Hip, hip, hurrá! Isten éltesse sokáig! Ott teszek, átul, bátya, bontsad! Ugye jelentkező már rögtön van rá? Nem lehetett olcsó. Rögtön ezt nézi. Szeretném kérni a Pásztortűz Hagyományátett Egyesület tagjait, gyertek ide a színpadhoz, a karikás bemutatóra, illetve a népviselet bemutatóra. Azonnal mondani fogok róla egy pár dolgot, addig is várjuk ide a színpad az őket, és akkor most szeretném felkérni Mosonyi Márkot, hogy mutassa be az öltözetet és a tartozékokat. Nehogy engem vigyenek, gyeres! Jaj! Szép jó napot kívánok! És igen jó szórakozást is mellé. A csendővirág hivatalosan 1898-tól indult el. Ó, az öltözék egy picit változott menet közben a Horthy korszakban, akkor kapta meg eme harcsa szürke szint a ruházat. Vele járt ugye a csizma, ami most az enyémen nem van, a sarkantyú. A kalap az is egy picit változott azóta, Horthy korszakba került ez a fajta hivatalosan sorállományba. Viszont a csendőrvilág annyiból volt nagyon-nagyon jó, hogy igen-igen, úgy a betyárvilágot kiűzték az országból a csendőrök, mint mindenféle más olyan személy, amelyik mindig sötétbe akart osonni, azokat is megfogták. 90 nem tudom hány százalékos felderítettséggel rendelkezett a csendőrség abban a világban. Hát most meg lehet nézni a mai világot, nem mondok róla semmit, csak hogy a mostani rendőrtől elveszik a fegyvert, hát na innestől kezdve furcsa dolog. A csendőr egyenruhának a dísze végül is maga a kalap, meg a kalapba tűzött kakastól, aki nem tudná, kakastól. A csendőrt még felékesítették ugye mindenféle mással is, járőrjelvénnyel, ami itt van a bal oldalamon. Feldíszítették még, de ahhoz tényleg tudni is kellett néki lőni. Minek is mondják? Lövészbojtal. Az mellé, hogyha véletlenségből volt mi egymás olyan akciója a csendőrnek, akkor még különböző plecsniket is kapott, ami rajtam éppen nincs. Tetszettek hallani a sípot, a csendőrsípot, ami Angliából származott magyar csendőröknek, ez a fajta csendőrsíp. Még egyszer hagyd kérjem a fújást. Hát szóval ez így hangzott annó. És érdekes, de tényleg Angliából származott ez a fajta síp is. Mit tudok még erről elmondani? Jaj, a őrmester úrnak a lábán lévő csizmán eredeti csendőr sarkantyú van. Tessék már megmutatni. Jó. Ennyi. Természetesen rész sarkantyú. Hát másból nem csináltak annó ilyeneket. Mit tudok még elmondani? Jaj, a fegyverzetünk. Fel kell jönnünk a porondra. Hát az egész legfurcsább az, hogy a II. Világháború után szüntették meg a csendőrséget, 1945-től megszűnt a csendőrvilág. Pedig nagyon kellett volna akkor is, meg most is. Mindenféle. A őrmester úr mondja, hogy a kalapunkkal lévő címer, ugye az enyém az Horthy korszakos, az övé egy kicsit későbbi, vagyis korábbi barokk címer. Tehát azért mondom, hogy
De használták végig, persze. Mind a két korszakban használták. Mikor a ruházatot is leváltották, de nem mindent váltottak le, mert a címerek maradtak. Akinek az volt, az, akinek ilyen jutott, akkor ilyen lett. Annyit szeretnék még mondani, hogy sokan kérdezik azt, hogy hogy mondjam, sétően vagy bután, hogy fácántól van a kakasba, vagy a kalapba. És kimondottan elmondanám, hogy ez, ugye mi tudjuk, sokan tudjuk, hogy ez kakastól. Most miért volt kakastól a fác csendőröknek? Azért, mert ez az éberség és az összetartozás jele. Ennyit, köszönöm szépen. Mit tudjak én még erről mondani? A fegyvert, köszönöm. A fegyverünk puska, névre hallgat, Molliker típus, ami nálam van, ráadásul ez mesterlövész, mert még a töltő kar is meg van hajtva. Hát az, sajnos a szurony az kicsit háborús, de nem kimondottan csendőröknek volt rendszeresítve, de akik a háborúban voltak a csendőrök, nem maradt meg a csendőr szuronya, akkor ami jutott, meg amit össze tudott szedni a front harctéren, és ez most így van dekorálva, mert az eredeti csendőr szurony az hosszabb is volt, és három élő. És más nem tudok mondani, ha csak nem kérdeznek valamit, és nem tudunk rá válaszolni, akkor... Talán még annyit, hogy a csendőröket három évente máshová telepítették az országban, ne bratizol le a lakossággal. Többek között, igen, meg a erényövünk, bocsánat, derékszíjunkon ugye van ilyen furcsa kis kocka alakú tartóerény, ebbe lőszert tartottunk. Köszönjük szépen! Na hát nagyon szépen köszönjük akkor a csendőr uraknak a bemutatkozást és a bemutatást, illetve a Pásztortűz Hagyományentető Egyesület tagjainak a viselet, illetve a kiegészítők bemutatását. Köszönjük szépen! És akkor megérkezett Szűcsű Gergely népzenész, úgy látom, hogy készen is áll, gondolom asztalra lesz szükség, ugye? Nem lesz szükség asztalra. Kipakolni, ugye? Jó, akkor azt kérem, Zolit, légy szíves, hátul segítek, egy asztal elég, egy asztal elég, jó, és akkor fogadjuk nagy szeretettel és tapsal a színpadon Juhász Gergely népzenész, aki saját készítésű hangszereivel érkezett hozzánk Kisgyőrből. A hangszerei közül vásároltnak is a kedves érdeklődők, de gondolom a többit Gergely el fogja úgy is mondani, hogyha bármi kérdés van. És az asztal megérkezett, köszönöm szépen fiúk nektek, köszönjük, és akkor a színpadon Szűcs Gergely népzenész. Thank you.
Ez a mi vidékünkről való pásztor muzsika volt. Kicsit messzebbre megyünk. Ez egy moldvai pásztor hangszer. Ezen nincsenek lyukak, de ugyanúgy lehet rajta furulját. A Tilinkónak hívja. Országszerte kedvelt pásztorhangszer volt a flóta, vagy oldalfújó, ezen is játszok egy kicsit.
És a legkülönlegesebb pásztorhangszer, ami a 20. századra csak a dunántúli pásztorok körében maradt meg, az a hosszú furuja, feltehetőleg valamikor az egész Magyarország kezén forgott, és nem is csak a pásztoroké, hanem mindenkié. Jó, persze. 5 percet, ha jó, jó, köszönjük szépen. És akkor egy
pár szót is, hogy elmondasz majd rólunk esetleg, jó? Jó, köszönöm szépen! Van még sokféle hangszer. Bodzafából készítem ugyanúgy, ahogy hagyományban készítették, cigányfúróval, kézzel. És hát ha valakit érdekel valami külön, akkor szívesen állok rendelkezésre és válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen! Esetleg annyit, hogy most Moldovából jöttél? Nem. Kisgyőrből jöttem, az a Bükkben van. Tűzgyökös, bükki ember vagyok. Nagyon szépen köszönjük. És akit láttunk és hallottunk, Szűcs Gergely névzenész. Megérdemli a tapsot, úgy gondolom. És ahogy mondta Gergely, hogyha bárkinek bármi kérdése van, akkor itt még megtalál téged, ugye, Gergely? Jó? Oda lehet fáradni, meg lehet kérdezni. Nagyon szépen köszönjük. És akkor elérkeztünk arra a pontra, hogy arra szeretnék kérni mindenkit, hogy hamarosan kezdődik a csikós bemutató a Gulyak út mellett, a nagy pusztai részen.
az a kérésem mindenkitől, hogy fáradjunk közelebb, nagyon színvonalas bemutató lesz. Úgy kell készülni, hogy körülbelül egy óra hosszás bemutató. Tehát mindenki még most igyon gyorsan, vagy hozzon magával innivalót. A szalmakalapot fel a fejre. Ami van, férfiak, asszonyok, sör a kézbe. Jó hideg sör lehet fogyasztani, lehet enni. Jó, mert perceken belül elkezdjük a csikós bemutatót. A dobosi csikósok itt vannak, hamarosan fel fogom konferálni őket. Közben még szeretném elmondani, hogy itt sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki most érkezett. Sajnos tapasztaltuk, hogy itt a kihajtónál áll a forgalom, valaki innen próbált kihajtani, és egy motorost elütött. Az a kérésem mindenki irányába, hogy próbáljunk meg nagyon figyelni, körültekintően hajtsunk ki, mert tapasztaltátok, hogy le volt áll a forgalom. Jó, hogy próbáljuk meg elkerülni, amennyire lehet, hogy mi ne okozzunk balesetet. Itt még, ami a járványügyel kapcsolatban, ugye itt már mondtam reggel óta folyamatosan, akik még a közelmúltba érkeztek, az a tiszteletteljes kérésem. Itt mellettem a színpadnál van egy kartondoboz. Ebben vannak ilyen kis biléták. Ez arra szolgál, hogy legyen szíves, húzzon mindenki, aki most érkezett, hogy meg tudjuk számolni, mert ebbe a mai helyzetbe 500 fő alatt kell a rendezvényünket megtartani, hogy ne essünk bele ebbe a dologba, tudjuk számolni, hogy mennyien vagyunk. Erre azért van szükség. A szervezők külön kérték, és köszönöm szépen, hogyha ezt mindenki megteszi, hogy kihúzza, ha a rendezvény vége előtt elmegy, arra kérem, hogy tegye vissza a dobozba. Itt meg tudjuk nézni, próbáljuk ezeket betartani. Szappanos kézmosási lehetőség a mellékhelyiségnél tőlem jobbra el van helyezve, illetve aki dohányzik, közé tartozom én is, arra fokozottan figyeljünk, hogy a csikkeket vannak kihelyezve, itt a kút mellett is van egy kis átlátszóvödör, van a WC mellett is, vízzel meg van töltve, a csikket oda dobjuk el, és nagyon szépen kérek mindenkit, így van mutatott, és utána az megy a szemetesbe, és nagyon szépen kérek arra mindenkit, hogy a szemétre nagyon figyeljünk, ami szemét keletkezik, tegyük bele a zsákokba, ki vannak helyezve a zsákok. Az a kérésem, hogy úgy hagyjuk itt a területet, ahogy megkaptuk. Ez egy magánterület, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Én gondolom, senkinek nem nehézség az, hogy a szemetesbe teszi. Aranyosak vagytok, köszönöm, hogy jöttök, és kérek arra megint mindenkit, hogy aki még nem volt, és nagyon jó, most itt közben már csapongok, mert rengeteg információt kell átadnom. Légy szíves, gyere hozzám, Katika, ugye jól mondom? Katika, segítek neked, gyere. Jó, tehát itt amit mondtam. Hallja mindenki hátul is különben? Nagyon fontos, a mai nap folyamán lesz tombola. Mónus József, Fehér Farkas. Ugye nem kell bemutatni szerintem senkinek, világbajnok, távlövő íjász barátunk. Itt fog lenni ma is, ő neki van egy külön tombolája. A külön tombola fődíja egy íj, komplett íj, amit Mónus József, a Fehér Farkas saját maga készítette. Ki lesz majd téve, 1000 forintos áron per tombola meg lehet vásárolni. Itt van mellettem Katika, tehát látja mindenki, hallja mindenki, el fogom még mondani. Itt van Katika mellettem, gyönyörű szép ruhába, őnála lehet megvásárolni a Mónus Józsinak a külön tomboláját. Jó? Tehát Katikánál csak Józsinak az íjra szóló tombolát lehet 1000 forintos áron megvásárolni. Tehát ha bárki szeretne, Katika jön, megy, úgy gondolom, itt folyamatosan. Jó, de hogyha véletlenül úgy van, akkor a Pásztortűz Hagyományértető Egyesület sátránál ki van téve nagybetűkkel, hogy tombola. Ugye van a másik külön tombolán 200 forint per tombola, amin a fődíj egy mosógép, illetve még van egy felajánlásból egy rackabárány. Meg lehet venni, és Katikát meg fogjuk találni, nem fog eltűnni, a rendezvényen itt lesz. Érdemes lesz venni, nagyon szép az így, nagyon sok nyeremény van, vegyetek tombolán. És reményeinkhez híven próbáljuk majd megpörgetni, hogy fél hat magasságába elkezdjük a tombolát, akár párhuzamosan is, mert rengeteg tombolatárgy van. Jó, vásároljon mindenki. Köszönöm szépen, Katika, hogy ide jöttél. Tehát az íjra a tombola Katikánál van. Erről nézd csak, le tudsz jönni, itt van a lépcső. Nézd oda. Nagyon szívesen. Jó, tehát ez megvan. És Kobra barátom, látom már itt van lova hátán. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy gyertek közelebb, mert másodperceken belül elkezdjük a lovas bemutatót. A davasi csikósok itt vannak. Köszönöm szépen, arra kérem az íjászokat, hogy ameddig a lovas bemutató van, az íjászat megáll, jó?
és kérek mindenkit, minden civilt, hogy legyen szíves, fáradjon ki a kút területére. Jó, tehát itt a kút a határvonal, mert hamarosan kezdődik a dabosi csikósok bemutatója. Isten hozott, megjött Vitéz Vesztergál Miklós barátunk, tárogató művész. Igen, már mutatja, tudom, hogy mit nem szabad mondani. Jó, invitálok mindenkit közelébb, mert pár másodperc és kezdődik a csikós bemutató. Na hát, kedves vendégek, akkor nagyon sok szeretettel köszöntjük a dabosi csikósokat. Ugye itt a kút mellett elkezdődik a bemutató, és a csikósokat bemutatja Molnár Beáta, át is adom neki a szót. Fogadjátok őket nagyon sok szeretettel és tapssal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
Most pedig úgy látom, hogy a pusztai kilátót fogják. Nem utáni örök meg. Itt a súlyos szent állam. Megköszönte Benzsé is és a Lula is. Az előkészületekből úgy gondolom, hogy most pedig Zsefillának lesz egy külön száma. Most én azt hittem, hogy ilyen süteményeket is zsűriznek, szervezik, és én nem tudom, ismerősen a Ferdinánd, a Karcagi Ferdinánd, és akkor a tepertős fogácsa, és annak a hulladékából öreg mamának csináltak ilyen lepártokat, hogy felajánlja. Jó, és akkor lejönnek hozzám, vagy jól jönnek. Lejönnek értek, lejön valaki. Jó. Nem mutatóan látjuk a lófektetését, az egy pár dolgot, hogy mondjak már el közben. A lófektetésre, illetve ültetésre. Köszönöm, hogy mehetünk. Mert ez is a végén. Hogy 62-be esküdtünk, a 62-be. Hát mert nem mindig vagyok jó, tehát nem kell megcsinálni. Sokkal vagyok már aztán. Ja. Ezelőtt ugye 62-ben esküdtünk, akkor éjfélben esküdtünk, megszakadtunk. Olyan híre, hogy megszaladt kár és bemászott. És akkor szerintem jó éjfélben kívánnak Balázs Attila program Zovának. Köszönöm szépen. Akkor majd szerintem én köszönöm megcsinálni. Nagyon nagy. Egészséget rekobra. Kérdezik itt, hogy egy formát tesztek, vagy isztok? Az övé jó. A csendőrökből is menne át a koszorúzásra egy ember legalább. Tudjad már. 3-4-12-kor jól van. Annyi, nem? De csak a Szélvási Józsának nem megvan egy kis. Nem tudom, mert életődöm befejezni. Már hát elállt, hogy nincs annak ide. Mert kész, de vagy a kész. Egy-egy cég. Na? Szépen nyugodtan. Minden. Otthon is így csinálom? A kocsihoz van. Apám.
Szerintem mi is menjünk egy kicsit arrébb, nem vagy itt nézni, csak kezed. Mondhatom, hogy hol meg a lényeg, és előttem még egy jó. A Johnny befejezi az étkezést, elvették tőle szegény. Hát akkor is jó. Magának.